az egyik legmegosztóbb magyar történelmi személyiségről, Horthy Miklósról nézzük meg öt olyan témakör, amelyről nem biztos, hogy rendelkezzünk megfelelő információkkal. Természetesen ezt az előadás több tematikus is fogja majd követni. Indítsunk hát onnan, hogy van a vörös terror, fehér terror, hát tudjuk jó ezeket a történeti folyamatokat, és utána 1920 jön a kormányzóvá avatott Horthy, tudjuk jól, hogy az Antant jóváhagyásával tudott ő pozícióba kerülni, és az Antantnak bizonyosan voltak olyan kívánalvai, olyan elvárásai Horthy felé, hogy azért a terrorista mozgásokat abba kell hagyni, a zsidóüldözéseket be kell most már fejezni, és elérkezünk 1923-hoz, és Gödöllőn tartózkodik Horthy. Ugye Gödöllő volt az egyik ilyen, mondhatni, leegyszerűsítve uralkodói központja, vagy rezidenciája, ugye ez a bizonyos bájos kastély, és ebben településen több személlyel, több harcostársával együtt beszélget, és elmondja az új irányok lefektetésének szükséges gondolatát. Ez mit takar? Azt mondja, hogy ha rendetlenség következik be, légyen az akár jobbról, akár balról, én bele fogok lövetni a rendetlenkedőkbe, annyi különbséggel, hogy aki balról jön, az passzióval fogom megtenni, hogy belelövő, tehát örömmel, aki jobbról jön és rendetlenkedik, hát egy kis szívfájdalommal. Valahogy így írta le a körülményeket, és ott volt Prónai, Héjas, Kozma Miklós és mások, és megértették, hogy itt nem lehet lasszafacázni Horthyval, ki jelölte az új irányt, és ezeket a szélsőséges entitásokat, mint például a Prónai, a Héjas, ezeket ezt követően 23 után szisztematikusan elkezdte leradírozni Horthy. Menjünk tovább. Az 1930-as években vagyunk már, ez az évtized, a Horthy kultusz építésének évtizede. Ekkor megjelenik Horthy mindenhol. A kor média propaganda eszközeinél fogva, ahol csak lehetett, Horthynak mindenhol ott volt a képe, egy pozitív kultuszt kellett felépíteni. Miért mondom, hogy kellett? Mert egy évtized után is Horthyt egyfajta dihotómia, egyfajta kettőség ölelte körbe, vagy lengte körbe a kortársak megközelítésében. Miből fakad ez? Hogy ő most akkor egy honmentő fószer, vagy pedig egy mocskos fehér terrorista. Ez a kettősség jellemezte a társadalom egy jelentős részét, és akkor a rendszer azt mondta, hogy rendben, ezt szisztázzuk, Horthy pozitív kultuszképét ki kell alakítani, és minden megjelent ilyen kis iskolai füzetecskékben, amit a gyermekeknek adtak, ott volt rajta az orcája, hogyha meghatározott jubileumi időszak volt az uralkodásának, arra is ráhelyezték, természetesen, hogy 10 éves, 15 éves kormányzói pozíciót betöltött, és akkor bélyegeknél is látjuk a Tolnai Világlapnak egy számát ingyen adtak, ott van a feleségével rajta a képe, vagy hogyha elmegyünk Szegedre, ugye én most éppen véletlenül Szegedről diskurálok a számotokra, a Hősök kapujánál, ahol most ugye szépen megy el a villamos, ott az Abban Novák Vilmosnak van az a gyönyörű freskója, és ott van egy rész, ahol ugye Horthy, a dicsőséges hadvezér, vezeti a magyar katonákat előre. Na ez is a Horthy kultusz, a Horthy képnek egyfajta vizuális reprezentációja képezte, és ugye 1938-ban jelent meg az első olyan biográfia, az első olyan könyv, amelyet az ő bemutatásának szenteltek, nyilván nagyon pozitív hangulattal fogalmazódott meg. Nagyon fontos, hogy időszakról vagy rendszerről beszélünk. Ez egy fontos kérdés. Ugye maga Horthynak az éráját, a Horthy korszak, ez korrekt így jellemezni, de a Horthy rendszer, mint olyan, nem teljesen helytálló, mert a rendszer, mint olyat, nem ő találta ki, nem ő építette ki, hanem bizonyos gróf Bethlen István, ugye, aki 10 éven keresztül volt hatalmon, a bethleni konszolidáció, ami Magyarországnak abból a vérzivatalos helyzetéből sikerült kihozni, amelyben az első világháború után a két terrorhullám, majd Trianon sodorta. A bethleni konszolidációt meg ugye nagy gazdasági világválság most rá, de most ebben nem megyek bele, és annyi a lényeg, hogy maga a rendszernek az alappillérei, ez a Bethlen tele. Gyakorlatilag úgy lehet leírni, hogy a dualista államszerveződés politikai
keretrendszerét egy kicsit betlenesítette, ha fogalmazhatok egy kicsikét ilyen értelmezhetetlen módon. De a lényeg az az, tehát, hogy Bethlen István, és ugye nagyon fontos, hogy egy Klebersberg Kuno és másokat is meg kell említeni, mert mi volt a fő hívószó, hogyha a fegyverek erejével nem tudunk fellépni az európai porondra, akkor a szellem erejénél fogva kell, talán ezt napjainkban is meg lehetne fogadni. Irgalmatlan pénzt nyomtak bele az oktatásba, hogy az elemi szintű népoktatás megjelenjen, az analfabetizmus vissza legyen szorítva, népiskolák terjedjenek el, a falusi gyerekeket a művelődés útjára kell helyezni. Hallatlanul fontos és útmutató gondolkozás volt, mert azt mondták, hogy nem rövid, hanem hosszú távon ez a magyar nemzet érdekét fogja szolgálni. És ez mindig kortól függetlenül igaz, az oktatás nagyon fontos. A következő pontnál pedig folytassuk ennél a két személynek a érdekes történetéről, tehát a Bethlen és a Horthy kapcsolat viszonyrendszernek egy-egy érdekes állomását nézzük meg. Nem mindig egyezett a véleményük. Bethlen, ugye ő politikusi környezetből jött, tehát hogy ő arra készült, nagy volt az ilyen háttere, Horthy pedig egy katona ember volt, akit az érzelme, az impulzusai befolyásoltak, Bethlen pedig egy reálpolitikusi, jó értelemben számító ember volt, és azt mondta Bethlen ott a 20-as évek elején, hogy hát azért itt az oroszok irányában nyitni kellene, mert ennek van egyfajta gazdasági lehetőségek, ugye nagy keleti piac vonatkozásában, plusz baromi fontos, hogy ugye a Versailles-i békeszerződés vagy diktátumot az oroszok nem írták alá, ergo, hogyha majd később elérkezünk egy olyan revíziós politikához, hogy magyar területeknek a hova tartozásának a könyve újra ki tud nyílni, tehát mondjuk Erdély, vagy Felvidék, vagy Délvidék, vagy Kárpátalja, vagy nyugat-magyarországi területrészekről egy kicsit vissza lehetne szedni, akkor lehet, hogy az oroszok tudnak majd támogatni. Ki kell építeni a jó kapcsolatot. Hallatlanul jól látta ezt Bethlen, és akkor azt mondta Horthy, hogy nem, ezzel nem az vörös ördöggel én nem nyitok jó kapcsolatot semmi. Sőt, 41-ben, hát ez viszont ugye nagy probléma volt, ez Horthy terheli a felelősség, hogy Kassa bombázásánál, ugye ott volt egy bomba, mondták, hogy itt ciri betűk van rajta, biztos, hogy szovjetek voltak, akkor beléptünk a szovjetekkel szemben a második világháborúba, és Hitler ekkor még nem kérte. Még nem vagyunk a fordulat évében, Hitler úgy gondolkozott, hogy 41 év végére már egész Moszkva, meg minden el fog esni, és tehát nem kérte. És viszont itt Horthy belépett, innentől kezdve meg már visszafordíthatatlan volt a szovjetekkel való kapcsolatrendszer. És egy utolsó pontot most kinyitok, és majd ezt fogom folytatni, az a zsidó kérdés. Horthy, hát ebben nem olyan nagyon nagy meglepődésre adok okot, antiszemita volt, de itt árnyalni kell a megfogalmazást. Mert volt egyfajta olyan kettős zsidó véleménye. Azt mondja, hogy vannak a városi jó zsidók, ugye ezek az urbanizált, jó egzisztenciával lévő, akár lehet még nemzetközi hírűek is, hogy sportolók, színészek, kutatók, tudósok, akiket egyébként a saját ilyen kis uralkodói, kormányzói eseményeire, rendezvényeire is rendszerint meghívott, barátkozott is velük, meg azt mondja, vannak a rossz zsidók, úgy hívták akkorban ezeket, ugye ilyen dehonestálóan, lekezelően, ugye ezek a galíciai zsidók, a szocdemeket, kommunistákat is egyébként ide illesztették, a rossz zsidók terminus alatt azokat értették, akik vidéken vannak, nagyon elkötelezett vallásosak, aluliskolázottak, rossz egzisztenciával rendelkeznek. Na hát őket úgy gondolta azért, hogy hát ők a magyar társadalomért olyan sokat nem tesznek. Úgyhogy van egy ilyen kiinduló pont, zsidó törvényeket ő nem gerjesztett, tehát ő nem kezdeményezett, viszont az érem másik oldal meg kell említeni, hogy nem is tartott vissza. Tehát ugye a Horthy korszaknak egy szisztematikus, ugye antiszemita zsidókkal szembeni politikai konstrukció jelent meg, jócskán ugye a nácizmus megjelenése előtt. És akkor ugye a deportálásokra majd külön rá lehet térni, a fővárosi zsidóknak a deportálását megakadályozta, de a vidék több mint 400 ezer zsidó, hát ez körülbelül többsége ki is pusztult, 440 ezer volt az, akiket elvittek Hitlerék, hát ott nem állította le a vonatokat, pedig tudta jól, hogy hova megy az irány. Valószínűleg nem tudott volna mit tenni, de a próbálkozás. Na kérlek szépen, látod, ez egy nagyon érdekes témakör, úgyhogy majd innen megyek tovább. Minden jót, üdv!